Szeretettel üdvözlök mindenkit, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien eljöttek, illetve akik online fognak minket nézni, azokat is nagy szeretettel üdvözlöm. Hát a mai előadás ugye a ketótól az időszakos bőjtig, avagy a napjaink népszerű diétái címet viseli, és ez ugye a Mégis kinek az egészsége előadás sorozatunknak a folytatása. Ugye egy éve elkezdődött az egészségfejlesztési iroda, illetve a Hanvas Béla Pest megyei könyvtárral. Ez az együttműködés, úgyhogy nagy örömünkre idén is folytatódni fog, és minden hónapban hozunk új előadásokat. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy én nyithattam meg így szeptemberben ezt az előadást, sorozatot. Nagyon röviden kis bemutatkozás, mert látom, hogy többen újak. Én Tóth Eszter vagyok, dietetikus, az egészségfejlesztési irodában dolgozom 2018 óta, és Semmelweis Egyetemen végeztem dietetikusi szakirányon, utána pedig a táplálkozástudományi mesterdiplomát is megszereztem. Úgyhogy akkor nem is húzom viszont tovább a szót, lássuk, hogy miről lesz szó a mai napon. Hát az volt az előadás ötlete, hogy hogy ugye mai napjainkban alapvetően ugye az internet világát éljük, és bizony, hogyha esetleg a súlyunkkal probléma adódik, vagy ha csak egyszerűen változtatni szeretnénk az életmódunkon, akkor a legtöbben azonnal ugye az internethez nyúlnak, és hát ha amikor bepötyögjük azt, hogy életmódváltás, vagy csak fogyni szeretnék, akkor azonnal rengeteg diéta áraszt el minket, és én igyekeztem a három legnépszerűbbet, illetve leggyakrabban felugró diétát, tehát így összegyűjteni, és akkor az előadás elején ezekről lesz szó. Alapvetően úgy építettem fel, hogy először egy kicsi áttekintést fogunk, és utána pedig így a egészséges táplálkozás irányelvei alapján összegyűjtöttem az előnyeit, illetve a hátrányait ezeknek a diétáknak. És aki szemfüles láthatja, hogy odaírtam azért egy negyediket is, a mediterrán étrendet. Erről most részletesen nem lesz szó, mert januárban egy teljesen külön előadást szenteltem ennek az étrendnek, amiről azt kell tudni, hogy évek óta a legegészségesebb diétának, illetve bocsánat, nem is diétának, hanem étrendnek választják, így a különböző szakmai körökben. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ennek egy külön előadást is érdemes szentelni. Ez a könyvtárnak a YouTube csatornáján szintén visszanézhető, ha esetleg így valakit bővebben érdekelne. De úgy gondoltam, ha már a legnépszerűbb diétákról beszélünk, érdemes egy szót itt ejteni a mediterrán étrendről is. És utána pedig az előadás végén szeretnék egy kicsit még mélyebben belemenni ebbe az internetes hívó szavakba, hogy mi ezt, amikor különböző diétákról olvasunk, hogyan tudjuk egy picit tudatosan kezelni, milyen hívó szavakra figyeljünk. Hát, és akkor kezdjük is a ketogén diétával, amit ugye úgy vezettem fel, hogy amiről sokat hallunk. Ezt azért adtam ezt a címet ennek a résznek, mert én úgy vettem észre, hogy az elmúlt években a ketogén diéta az, ami így a legerősebben jelen van így a köztudatban. Úgyhogy, és tényleg nagyon-nagyon népszerű, nagyon sok követője van, már számos szakácskönyvet találhatunk róla ugye a boltok polcaim, úgyhogy én szerintem róla érdemes egy kicsit bővebben beszélni. Hát mi is ez a ketogén diéta? Hát ez alapvetően egy alacsony szénhidrát bevételen alapuló étrend, ahol viszont a zsírbevitelt nagyobb mennyiségben engedélyezett. Tehát ez azt jelenti, hogy a szénhidrátot ugye lecsökkentjük, míg a zsírokkal egy kicsit bőségesebben válik. Amit szerintem mindenképp érdemes megemlíteni így a diétával kapcsolatban, hogy ezt a diétát eredetileg nem fogyásra alakították ki, hanem az epilepszia kezelésére ma is használt gyógyétrend, úgymond. És ennek az volt egyébként így a kutatási háttere, hogy ugye amikor ketogén diétát folytatunk, akkor úgynevezett ketontestek szabadulnak fel, és egyes kutatások azt figyelték meg, hogy ezek görcsoldó hatásúak. Ugye az epilepsziáról tudjuk, hogy ilyen görcsös rohamok jelentkeznek, így nagyon leegyszerűsítve. Illetve más kutatások pedig azt bizonyították, hogy ezek a keton testek kémiai szerkezetüket tekintve nagyon hasonlítanak arra az ingerület átvívő anyagra, ami
amiben az epilepsziások hiányt szenvednek, úgyhogy ebből fakadt ez az egész diéta. Viszont amit nagyon fontos kiemelni, hogy ezt a diétát, amikor egy epilepszia kezelésére használták, ezt nagyon szigorú, gyakori orvosi felügyelet mellett végezték. Viszont, hát amit nem lehet ódázni ezzel a diétával kapcsolatban, hogy viszont valóban hatásos, tehát aki ezt csinálja, az valóban fogyni fog. Úgyhogy én szerintem ez lehetett ennek a hátterébe, hogy szép lassan így a sportolók is, illetve a fogyni vágyók is magukének érezték, illetve rátaláltak erre a fajta diétára. A biológiai hátterét, ha nézzük, már emlegettem ezeket a ketontesteket, abból indul ki a diéta, hogyha ugye nagyon lecsökkentjük a szénhidrát bevitelt, akkor az arra készteti a májunkat, hogy a szénhidrátok helyett a zsírraktárainkat használja fel energiatermelésre. Ugye a szervezetünk, illetve mi is energiával működünk, és ezt ugye normál esetben leginkább ugye a szénhidrátokból szoktuk fedezni. És ebből fakad ugye ez a diéta, hogy viszont nem viszünk be szénhidrátot, illetve nagyon alacsonyan, akkor a szervezetnek máshonnan kell megszereznie a szükséges energiákat. És ilyenkor a zsírraktárokhoz nyúl, és úgynevezett ketontestek alakulnak ki, és a szervezet pedig ketotikus állapotba kerül, vagyis zsírégető módba kapcsol. Igazából ez a biológiai folyamat nagyon-nagyon hasonlít, illetve azonos azzal, amikor például a régi időkben ugye éheztek az emberek, tehát nem jutottak ugye megfelelő táplálékhoz, mint például mondjuk rossz volt a termés ugye a régi időkben. Na egy kicsit ehhez hasonlítható ez az állapot, de viszont éhségérzet nélkül, hiszen ugye viszünk be táplálékot, csak ugye kevesebb szénhidrátot. Úgyhogy ez egy nagy előnye ennek a diétának mindenképp, hogy ugye nem érzünk éhségérzetet közben. Jó. Ami még fontos, hogy leginkább én úgy vettem észre, hogy a köztudatban ez a diéta ugye úgy jön, úgy érkezik meg, hogy ilyen nagyon húsimádó, húsokban gazdag étrend. Alapvetően valóban a húsokat ugye nem tiltja a diéta, de mellette azért a zöldségek fogyasztását, illetve valamennyire a gyümölcsök fogyasztását is engedélyezi. Igazából az alapanyag válogatás, ami a legfontosabb, az ugye a szénhidrátoknak a mennyisége. Tehát a zöldségek közül, illetve köretek közül a nagyon szénhidrát dús fajták azok tiltólistán vannak, tehát ilyen például a burgonya, vagy az édes burgonya és a hüvelyesek, mert ezeknek ugye magas a szénhidrát tartalma. De viszont, amiknek magasabb a rost, illetve a víztartalma, mint például a salátafélék, az uborka, karalábé, vagy a tökfélék, vagy a karfiol például, azok például engedélyezettek. Úgyhogy azokat lehet. Hát a gyümölcsöknél ugye kicsit árnyalt a kérdés, mert ugye nagyon sok gyümölcsökben ugye magas a gyümölcscukor, a fruktóz, ami ugye szintén egy szénhidrát, tehát itt is inkább a magas víz és rost tartalmú gyümölcsöket válogassuk, mint például az alma, narancs vagy a málna, ezeket például lehet fogyasztani. Folyadékok tekintetében ott egy picikét már szigorúbb a diéta, ugyanis alapvetően a vizet mondja, tehát hogy vizet fogyasszunk, és mellette teát és kávét is azért lehet, de nagyon fontos, hogy ízesítők nélkül. Tehát cukrot, meg egyebeket nem lehet beletenni. Ami a másik, ugye mondtam, hogy ez a diéta alapvetően a nagyobb zsírbevitelt engedélyezi, de azért arra igyekszik felhívni a figyelmet, hogy azért a zsírok között is ugye különbözők vannak. Vannak ugye a telített zsírok, illetve vannak az egyszeres és a többszörösen telítetlen zsírok. Ezeket nagyon leegyszerűen úgy lehet megkülönböztetni, hogy a telített zsírok leginkább az állati eredetű termékekben vannak, míg a telítetlenek azok pedig a növényekbe. A hal az meg egy nagy Jolly Joker, mert ő benne szerencsére vannak elég bőven telítetlen zsíradékok is, úgyhogy azért erre is felhívja a figyelmet, hogy nyugodtan használjunk növényi olajokat, vagy például az avokádot, vagy az olajos magvakat, amik szintén ugye magasabb zsírtartalmúak, és ugye jellemzően a telítetlen zsírokat tartalmazza. Jó, és amit ugye ott alá is húztam, illetve kiemeltem, hogy viszont
Nagyon fontos, hogy az elkezdése előtt orvosi konzultáció javasolt mindenkinek, aki el szeretné kezdeni ezt a diétát, mert ahogy ugye így emlegettem, azért eléggé eltér ugye a normál táplálkozási ajánlásoktól, tehát amiket ugye például így a dietetikusok is javasolnak, mert azért alapvetően kicsit felborítja, illetve megváltoztatja az átlag, illetve a normál tápanyag bevitelt. És hát az a helyzet, vannak olyan betegségek, állapotok, amiknél ez a diéta nem alkalmazható, mint például valakinek olyan betegsége van, ahol kifejezetten zsírszegény diéta javasolt, ilyenek például hogy az EPE betegek, tehát akiknek például az EPE folyagját eltávolították, vagy már ne adj Isten, voltak is ilyen EPE rohamjai. És illetve ugye itt van az is, hogy amikor alkalmazzuk is, akkor is azért érdemes minél gyakrabban a orvossal konzultálni, és orvosi felügyelet javasolt, és ez különösen fontos, amennyiben cukorbetegséggel, vagy különböző szív- és érrendszeri betegségekkel küzd valaki. Ugye kifejezetten a szív- és érrendszeri betegségekre hívnám fel a hangsúlyt, mert ugye ott is, ha valakinek ilyen problémája van, ott is azért a zsírbevitelre nagyon-nagyon oda kell figyelni. És ahogy ígértem, ugye kicsit az előnyök, hátrányok, hát az előnyei, ugye, amit mondtam is, hogy nincs éhségérzet, tehát ez mindenképpen úgy gondolom, hogy egy nagy előny. A másik pedig, hogy tényleg használ, tehát hogy látványos fogyás figyelhető meg. Viszont amik hátrányok lehetnek, egyrészt, hogy belecsúszhatunk egy egyoldalú táplálkozásba, tehát főleg, ha nem informálódunk eléggé, illetve nem figyelünk azért oda arra is, hogy zöldséget és gyümölcsöt is ugye fogyasszunk. Akkor, ami nagyon fontos, ugye emlegettem ezt a ketózisos állapotot, tehát amíg a szervezet átáll erre a zsírégető módra, ez bizony időbe telik. Tehát ez nem úgy történik, hogy elkezdjük egyik nap a ketogén diétát, és másnap már égetjük a zsírt, nem, erre a szervezetnek alapvetően egy viszonylag hosszabb idő kell, amíg átáll. És hát amíg ez az átállás megtörténik, akkor átmenetileg jelentkezhet levertség, koncentrációs nehézség. Hát mivel magasabb lesz ugye a zsírbevitelünk, emiatt egy székrekedés is jelentkezhet, úgyhogy szerintem ezért is nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy alapvetően a rostok, tehát ugye a zöldség és gyümölcsöknél emlegettem, hogy a rostban gazdagokat, azokat érdemes fogyasztani, hogy ezt ugye elkerüljük, illetve ugye a folyadékfogyasztás a másik nagyon fontos, ami a székrekedés elkerülésében segíthet. A másik hátránya, hogy amit szintén említettem, hogy nem mindenki alkalmazhatja. Tehát sajnos ugye azok, akiknek ugye eleve zsírszegény diétát kell betartania, azok ugye ezt nem tudják, illetve alapvetően várandósoknak és szoptatós a nőknek sem ajánlott ez az étrend. Illetve a felszabaduló ketotestek miatt kellemetlen testszag jelentkezhet. Ezek a hátrányok természetesen nem mindenkinél jelentkeznek, de azért így megfigyelték így nagyobb esetszámban. És alapvetően a szakmai irányadás szerint nem tartható élethosszon keresztül. Ami ugye szintén kicsit szembe megy ugye a életmódváltással, amiben én is alapvetően hiszek, hogy ugye olyan változtatásokat hozzunk az életünkbe, a fogyás és az egészség szempontjából, amiket azért élethosszon keresztül tudunk tartani. Na, a következő, hát bevallom, nekem a három közül ez így a legizgalmasabb, mert ez egy nagyon-nagyon új és egyre inkább népszerű diéta, méghozzá ez az időszakos bőjt, vagy ha esetleg valaki az angol nevét ismeri, az az intermittent fasting, vagy most már úgy is hallottam ezt a módszert, hogy ilyen ablakolás. Nem abrakolás, hanem ablakozás. Úgyhogy én szerintem ez is egy nagyon izgalmas dolog. Mostanában azt veszem észre, hogy egyre többen használják, és egyre inkább népszerű. Úgyhogy én személy szerint kíváncsi vagyok, hogy így a jövőben vajon merre fog menni ez a fajta életmód. De akkor lássuk is, hogy mi ez. Hát ennek a diétának alapvetően ugye az az alapja, hogy ez egy táplálkozási rendszer, ahol az evési és a koplealási periódusokat, szakaszokat meghatározott időtartamban váltogatja egymással.
Miből indul ki? Abból indul ki ez az étrend, hogy a böjtölés az alapvetően egyidős az emberiséggel, és a szervezetünk sokkal inkább rá van állva arra, hogy időközönként böjtölünk, mint hogy a napi ötszöri étkezésekre. Úgyhogy ebből indul ki alapvetően ez a módszer. És nagyon sok különféle fajtája van. Én így a legnépszerűbbeket gyűjtöttem alapvetően össze. Hát a legnépszerűbb, és én alapvetően, amikor itt találkoztam olyanokkal, akik ezt a fajta rendszert használják, én egyelőre még csak velük találkoztam, tehát ez a 16-8, hát ő a legnépszerűbb, ezt úgy kell elképzelni, hogy van ugye egy napunk, egy nap 24 órából áll, és ebből 8 óra az étkezési időszak, és 16 óra a böjtölés. Tehát például, ezt be lehet egyébként úgy alakítani, ahogy kényelmes, például 10 és 18 óra között van az étkezési szakasz, és ezen kívül ugye ott van a böjtölési szakasz, amikor alapvetően már nem veszünk magunkhoz ételt. És ezt természetesen mindenki úgy tudja beállítani magának, ahogy kényelmes. Tehát ha valaki esetleg inkább a reggelit szereti elfogyasztani így a vacsorával szemben, akkor ki lehet mondjuk húzni 9 és 17 óra közé. De én kivettem leginkább ez a 10-18 vagy a 11-19 óra közötti időszakok szoktak így beválni azok között, akik csinálják. Úgyhogy ez alapvetően a legnépszerűbb és a legkönnyebben betehető a napi rutinunkba, mert ha megnézzük, lényegében egyetlen étkezést hagyunk ki, tehát amikor ezt csináljuk, ezt a fajta módszert. A következő, ez az 5-2, mert ez már azért szigorú. Itt ugye már a hétnek a hét napját nézzük, amiből 5 nap normálisan étkezünk, tehát ahogy szoktunk, és 2 nap viszont úgynevezett böjtöléses nap van, amikor alig 5-600 kilokalóriát viszünk be. És ez is annyiban rugalmasabb, hogy mi választhatjuk meg, melyik 2 nap legyen. A következő az Eat, Stop, Eat módszer, ez pedig úgy néz ki, hogy heti 1-2 alkalommal teljes 24 órás böjtöt tartunk. Mit ehetünk vagy ihatunk a 24 órás böjt alatt? Hát alapvetően enni nem ehetünk, ellenben vizet, teát és kávét lehet fogyasztani, a teát, kávét természetesen üresen. A következő a heti 1 nap böjt, 6 nap normál étkezés, és 1 nap 24 órás böjt. És a következő, ez talán a legnehezebb, ez az időszakos böjtölés váltakozó napokon, amikor egy 24 órás böjtölést egy normál nap követ. Tehát egy nap normálisan eszem, egy nap böjtölök, és így szépen sorba. Én személy szerint, mint szakember, én a 24 órás böjtöléseket bevallom, nem igazán támogatom, tehát én úgy gondolom, ezek nagyon-nagyon szigorúak. A 16-8-as formulát, ahogy mondtam, ezzel már többször találkoztam, és egyébként egyelőre nagyon pozitív visszajelzéseket kapok azoktól, akik ezt csinálják. De azért hozzátenném, hogy ami ugye ennek a étrendnek a legnagyobb hátránya, hogy látható, hogy ő csak időszakokat ad meg, tehát arról nem ad útmutatást, hogy mit ehetünk ez alatt a 24 vagy 8 óra alatt. Úgyhogy ilyenkor bele tudunk esetleg csúszni abba, hogy tovább visszük a rossz szokásainkat. Úgyhogy én szerintem itt mindenképp azzal érdemes kiegészíteni ezt a fajta étrendet, hogy megismerjük az egészséges táplálkozásnak az irányelveit, és ezeket alkalmazzuk. Mert én úgy gondolom, azért alapvetően hiába így osztjuk be a napunkat, szerintem, hogyha mondjuk abban 8 órában ugyanúgy habzsidőzsi van, illetve édesség, nassolás, stb., nem feltétlen fogunk jó eredményt hozni. Tehát mellé nagyon fontos ugye egy tudatos táplálkozás. És a másik nagy előnye ennek a rendszernek, hogy hát igen komoly hangsúlyt fektet, és kiemeli, hogy mellette a rendszeres testmozgás edzés az nagyon-nagyon fontos.
Amit mondtam, ugye, vagy illetve már pedzegettem, hogy ez egy viszonylag új módszer. Ebből fakadóan még nagyon kevés kutatási anyag van ennek a hatásairól. Azt lehet tudni, hogy alapvetően kis esetszámokkal dolgoznak ezek a kutatások, állatkísérletek is jelen vannak, illetve gyakran találkozni olyan kutatásokkal, ahol még valamilyen társbetegséggel rendelkező csoportot vizsgálnak, de alapvetően egyébként eddig a kutatások eléggé pozitívak, tehát azt mutatják, hogy ezzel a böjtöléses módszerrel például a koleszterin, illetve az inzulin szint is javul és jobbak a paraméterek. De szeretném kihangsúlyozni, hogy még ezek a kutatások nagyon gyerekcipőben járnak, hosszú távú vagy visszavezethetős kutatások még nincsenek jelen, tehát ezekről egyelőre így még nem tudunk. Úgyhogy én ezért is mondom, hogy kicsit még azért érdemes szerintem kivenni és így szemlélni ezt a fajta módszert. Jó. És itt is szeretném kiemelni, hogy mielőtt ugye ezt folytatjuk, mindenképp érdemes a orvosunkkal konzultálni. Igen, ezt föl is írtam, úgyhogy jól emlékeztem. És itt is azért az előnyöket és a hátrányokat két oszlopba soroltam. Hát egyrészt amit még nem tértem ki, de ami szerintem nagyon pozitívum, hogy ez a rendszer nem rövid megoldást kínál, hanem egy hosszú távú elköteleződést. Ugye alapvetően én is ezt szoktam mondani, hogyha az ember életmódot szeretne váltani, akkor bizony hosszú távban kell gondolkoznia, úgyhogy ez a rendszer ezzel abszolút egyetért, és hogy alapvetően az a tapasztalat, hogy a fogyás lassú ütemben történik, ami szintén jó, mert ilyenkor lehet ugye hosszú távon megőrizni így a testsúlyunkat. A másik, hogy mivel ugye hangsúlyt fektet a sport, illetve az edzésnek a fontosságára, ezért nem történik alapvetően izomleépülés. A másik, ugye, ami a böjtölésből fakad, hogy egy mentális rákészültséget is ajánl a módszer, tehát, hogy itt is, ami a kicsit a fokozatossággal van összefüggésben, hogy ne ugorjunk bele rögtön azonnal így a sűrűjébe, hanem először mentálisan készüljünk rá, hogy akkor mi most böjtölni fogunk 16 órán keresztül, és szépen fokozatosan építsük be a módszert, tehát kezdetve például azzal, hogy elhagyjuk például a reggelit, és úgy így szépen kialakítjuk ezt az új napi rutint. Hát a hátrányai, ezt már azért emlegettem, hogy mivel nem szabja meg, hogy mit tehetünk, ugye ezért tovább vihetjük a rossz szokásainkat, ebből fakadóan akár egy tápanyaghiány is felléphet, tehát nem megfelelően válogatjuk össze ugye a tápanyagjainkat és az étrendünket ez alatt az időszakok alatt. Ez főleg egyébként szerintem a nagyon szigorúbb formuláknál érzékelhető, tehát ahol már ilyen 24 órás böjtöket is kipróbál az illető, úgyhogy ez szerintem főleg ott problémás. Illetve, hogy ezt is alapvetően nem mindenki alkalmazhatja, tehát itt főleg a cukorbetegekre gondolok, akiknek ugye azért megvan a napi rutin, hogy ugye hányszor kell étkezni és melyik időszakokba, ugye ezzel van összefüggésből például, amikor adják be maguknak az inzulint, úgyhogy ők alapvetően nem. Illetve 18 év alattiaknak sem ajánlják, illetve várandós szoptatós anyáknak, illetve a rendszeres gyógyszerszedőknél, főleg akiknél esetleg fontos, hogy ugye mikor szedi be a gyógyszert, és a étkezéssel milyen összefüggésbe. De mielőtt belekezdünk, mindenképp érdemes az orvossal konzultálni, hogy megfelelő egészségi állapotban vagyunk, hogy ezt így megcsináljuk, és így betegyük így az életmódunkba. És végül a harmadik, az pedig az idézőjelbe tettem, hogy az ősember étrendje, mert ez alapvetően egyébként egy téves megnevezése a paleolit táplálkozásnak. Tudom, hogy leginkább így szoktunk vele találkozni, hogy hát a paleolit táplálkozásnak a célja, hogy ugyanúgy táplálkozzon, mint az ősember, és erre szoktak ilyen vicces visszaszólások lenni, hogy hát már mamutok nem tudok már kimenni mamutot levadászni például. De ez alapvetően ez egy téves megnevezés, ugyanis nem az ősembernek a táplálkozására szeretne visszatérni, hanem az úgynevezett természetes
természeti emberhez, tehát azokhoz a civilizációtól kicsit távolabb élő népeknek az életmódjából merítkezik, akik, ahogy mondtam, hogy a civilizációtól kicsit távolabb élnek. Gondolom, ezekben már nagyon kevés van, hozzáteszem, de azért még például Dél-Amerikába, vagy pedig Afrika egyes területein fellelhetünk ilyen népcsoportokat. És hát az a tapasztalat, hogy ezeknél a népeknél az úgynevezett civilizációs betegségek, mint például a cukorbetegség, magas koleszterin szint, daganatos betegségek, vagy mondhatom ide akár az elhízást is, tehát ezek mind sokkal kisebb eséllyel vannak jelen. És hát ebből indul ki a módszer, hogy hát akkor őhozzájuk kéne jobban hasonlítanunk, és hát ehhez visszatérni. Amit azért hozzátennék, szerintem a paleolit táplálkozás az, ami kicsit lehet, hogy lerágott csontnak tűnik, mert tényleg évek óta már ez így a köztudatban van. Tehát, ahogy korábban én mondtam, ha azt vesszük, hogy én lassan 10 éve diplomáztam az egyetemen, és már akkor is mi már ezről így beszéltünk az egyetemen, és már akkor így ez a köztudatban volt. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon régóta van jelen, úgyhogy én ezért is tartottam fontosnak, hogy azért érdemes róla egy kicsit beszélnünk. És azért, ami a másik érdekesség, hogy már egy úgynevezett iparág alakult ki így a paleolit táplálkozással kapcsolatban, hisz rengeteg szakácskönyv, termékek vannak a boltok polcain, tehát tényleg ennek már egy ilyen hatalmas kultusza van, és nagyon-nagyon sok követője. És miből épül ez a diéta, amit ugye már egy kicsit pedzegettem, tehát alapvetően abból épül ki, hogy az emberi faj évmilliókon át vadászó, gyűjtögető életmódot folytatott, és az emésztőrendszerünk alapvetően ehhez alkalmazkodott. Tehát a genetikánk az elmúlt 50 ezer évben alig változott, de viszont ezzel szemben az életmódunkban jelentős változások történtek, és ehhez ugye nincs hozzászokva a szervezetünk. Jó, a másik, amit nagyon érdemes kiemelni, hogy én ugyan itt a táplálkozásról fogok főleg beszélni, de ez, ami egyrészt előnye is ennek a diétának, hogy ő egy komplett rendszerben gondolkozik, tehát itt nem csak a táplálkozásra helyezi a hangsúlyt, hanem mellette a mozgásra, és hogy keressük a természetes dolgokat. Tehát ebből fakad, hogy például kész termékeket ugye tiltó listára teszi. Tehát alapvetően erre ösztönözne minket, hogy minél inkább térjünk vissza így a természethez. Jó. Tehát abból fakadóan, amit mondtam, hogy ugye ezeknél a természetes népeknél ezek a civilizációs betegségek kevésbé vannak jelen, ebből fakad, hogy ugye olyasmiket kéne fogyasztanunk, amiket ők is fogyasztanak, tehát szabadon fogyaszthatók a húsok, halak, a tojás, a zöldség, a gyümölcs és az olajos magvak. Tehát ezeket nyugodtan lehet itt fogyasztani. És hát ami pedig tiltásra kerül, az pedig ugye a gabonafélék, a hüvelyesek, a magas kemény tartalmú zöldségek, mint például ugye a burgonya, teljes tejtermékek, itt kivételt képeznek ezek a nagyon kemény érlelt sajtok, mint például a parmezán, a cheddar és az emmentáli, amik a hosszú érlelődésnek és a fermentálásnak köszönhetően az a tapasztalat, hogy kevésbé ártanak, úgyhogy azok ilyen kis kivételt képeznek. És végül ugye a késztermékek, amiket említettem, a cukor és a növényi olajok. Tehát ezeket ebben az étrendben nem fogyaszthatjuk. Hát itt is ugye fölírtam az előnyöket és a hátrányokat. Hát egyrészt ami előnye, és ami összecseng az egészséges táplálkozással, hogy zöldség és gyümölcs fogyasztásra buzdít. Úgyhogy ez például egy hatalmas előnye, és ez nagyon jó dolog, mert ha megnézzük a magyar dietetikusoknak a hazai táplálkozási ajánlását, az okostányért, ott is azt láthatjuk, hogy ugye a étrendünknek, illetve a tányérunknak a felét a zöldség-gyümölcsnek kéne tartalmaznia, úgyhogy ezzel így ez összecseng.
másik, hogy kerüli a kész és feldolgozott termékeket. Ez is egy, én úgy gondolom, hogy egy előny, hiszen ugye ezekkel a kész termékekkel a legnagyobb probléma, hogy hát egyrészt ugye nem feltétlen a legmagasabb minőségű alapanyagokból készülnek, bár vannak kivételek, azért hozzáteszem, de viszont szinte mindegyik tartalmaz ugye valamilyen hozzáadott ízfokozót, sót is például, és ez azzal a tekintetben szoktam mindig felhívni a figyelmet, mert hogy azért a magyarok sófogyasztása az ugye nagyon magas, tehát háromszorosa átlagosan az ajánlottnak, és ez sajnos így a kész termékekkel én szerintem eléggé összefügg. Hát a másik, amit mondtam, hogy ez egy komplex rendszer, tehát a testmozgásra is buzdít, illetve felhívja a figyelmet a D-vitamin pótlására is, illetve mellette egyébként a K-vitamin pótlásra is. Illetve én odaírtam ezt a túlzott higiénia kerülését, ami egy kicsit furcsa lehet, ez ugye egy kicsit összefüggésben van a természeti dolgokhoz való közelebb jutáshoz. Itt nyilván nem arra gondolok, illetve a módszer se arra gondol, hogy akkor mostantól nem mossunk hajat, meg ne zuhanyozzunk, stb. De hogy ez a túlzott higiénia, túlzott tisztasághoz való hozzászokás, ez az, amire egy kicsit így felhívja a figyelmet. Ami én szerintem annyiban előny, hogy ugye az immunrendszerünknek azért alapvetően szüksége van, hogy azért néha dolgozzon. Tehát ha mindentől így elzárjuk magunkat, akkor úgymond ezzel is egy kicsit ártunk. Jó, hát a hátrányok, hogy ami ugye a tiltó listán vannak, tehát én fölírtam ugye ezeket a gabonafélék, hüvelyesek, tej és tejtermékek tiltása, alapvetően, tehát a mostani egészséges táplálkozás irányelv szerint, amennyiben valakinek nincs diagnosztizált gluténérzékenysége, laktózérzékenysége, tejfehérje allergiája, nincs ok, hogy ezeket kitiltsuk az étrendből, illetve elimináljuk. Illetve ezért az ételkészítésnél, ha belegondolunk, azért ez egy plusz erőbefektetést is jelent így a családnak, illetve magunknak is. A másik ugye, hogy fontos tápanyagok hiányozhatnak. Hát itt gondolok egyrészt a kálciumbevitelre, ami azért a tej-tejtermékek ugye egy nagyon fontos forrása a kálciumnak, illetve a rostokra, amik ugye a zöldséggyümölcsel azért alapvetően megvannak, de azért a teljes kiörlésű gabonából készült termékeknél is nagyon fontosak, illetve szintén a gabonaféléknek egy nagyon fontos vitaminja az E-vitamin, amiből ugye itt is akkor nagy probléma én szerintem nem lehet, de azért érdemes odafigyelni, a gabonák ugye az egyik legfontosabb forrása így az E-vitaminnal. Illetve, hogy ugye ez az étrend táplálkozás nagyon erősen ellene van mind a gluténnak, mind pedig a laktóznak, és én szerintem ez így nem feltétlenül egy jó üzenet, tehát tekintve természetesen ugye az egészséges táplálkozás irányelveit, amiket így a szakmában vallunk alapvetően. Illetve amit szerintem mindenképp érdemes megjegyezni, hogy azért, ha ezeket ugye úgymond napi használatban lévő ételeket kivesszük, mint például a gabona, mint a tejtermékek, azért az új kihívások elé is tesz minket, tehát például, hogy az ételkészítésben nehézségekbe ütközhetünk, illetve ugye sok újdonságot kell megtanulni, főleg, ha nem szeretnénk ugye egyoldalú táplálkozásba esetleg belecsúszni. Illetve ugye, ha megnézegetünk, szerintem elég egy-két ilyen receptet átnézegetni így a paleolit szakácskönyvekből, azért sokszor igen speciális alapanyagokat mutat, mint például ugye a kókusz reszelék, vagy gesztenyeliszt, igen, azt köszönöm, bocsánat. Maglisztek, igen, köszönöm szépen. Tehát, hogy ezeknek azért a beszerezhetősége, illetve az ára is egy kicsit ugye magasabb kategória, tehát szerintem ezt is azért érdemes ilyenkor figyelemmel kísérni. És akkor ezek ugye, amit én már említettem, hogy ez a három igazából leggyakrabban előkerülő diéta, de ezen kívül még rengeteg van. Tehát tényleg az ember csak fölmegy az internetre,
és már azt látja, hogy rengeteg fajta diéta van jelen, rengeteg fajta módszert kínálnak különböző szakemberek, különböző oldalak, tehát tényleg egy kicsit nehéz, én szerintem eligazodni ebben a fajta labirintusban, nevezzük így. Ezeket egyébként szoktuk divat diétáknak is hívni, mert alapvetően azért ezek évenként szoktak változni, tehát egyik évben most ez a menő, utána már az a fajta módszer a menő, tehát tényleg ez egy ilyen nagyon dinamikusan változó dolog, de azért sok hasonlóságot lehet megfigyelni az ilyen hívó szavaikban, úgyhogy ezeket igyekeztem most egy kicsit összegyűjtögetni. Hát, hogy igen, ahogy említettem, hogy mire figyeljünk. Tehát egyrészt, ha olyan diétával találkozunk, ami akár egy hét alatt ilyen hatalmas fogyásokat ígér. Lehet ez 5 kiló, 10 kiló, 15 kiló, tehát én általában ez a 10 kiló meg 5 kilóval szoktam találkozni. Ilyenkor azért már egy kicsit lépjünk hátra és gondolkozzunk el a dolgon, mert szinte kivétel nélkül mindig ilyenkor valami nagyon drasztikus változtatást ajánl ez a bizonyos diéta. És a másik, hogy ezzel viszont a szervezetünknek sem teszünk jót, mert azért a szakmai körökben az egészséges fogyás ütemét kb. Fél kilóban határozza meg hetente. Akkor a következő hívó szó, amire érdemes odafigyelni, hogy, és amiknél ennél a diétáknál, amiket emlegettem, már elkezdtem emlegetni, tehát amikor az egyes tápanyagokat, leggyakrabban a szénhidrátot és a zsírt, mostanában leginkább a szénhidrátot, ezeknek a teljes eliminálása az étrendben, vagy pedig a nagyon-nagyon lecsökkentése. Alapvetően ugye három makrotápanyagunk van, ugye a szénhidrátok, zsírok és a fehérjék. És mostanában ugye a fogyást a szénhidráttal szokták így összekapcsolni. Sokszor hallottam már olyan diétát is, ahol így démonizálják konkrétan a szénhidrátot, de alapvetően nem, tehát a szénhidrátokra így is szükségünk van, tehát a szervezetünknek az, hogy milyen szénhidrát, ugye az a másik kérdés, ugye amit említettem, hogy a teljes kiöllésű termékek, illetve teljes kiöllésű lisztből készült gabonák, ezek azért, amik a jobb fajták, illetve természetesen a zöldségek is ide jönnek. Igen, úgyhogy a megfelelő arányokra kell figyelnünk, tehát az, hogy például a zsír az ne legyen ugye túl sok, vagy ugyanígy a szénhidrát ne legyen például túl sok, vagy ne a rossz fajta szénhidrátot vigyük be. Hát a másik, ami nagyon-nagyon sokakat beszokott így csalni, hogy nekem nem kell tennem semmit. Tehát így a kilók egyszer csak elkezdenek majd leolvadni rólam. Tehát egy minimális erőbefektetés van. Ez gyakran nem is feltétlen diétával szokott kapcsolatban lenni, hanem a diétához kapcsolódó egyéb termékekre, mint például ugye a fogyasztó tabletták, vagy az ilyen különböző speciális étrend kiegészítők, hogy ilyenkor lényegében letesszük a felelősséget magunkról, mert hogyha nem érek el sikert, akkor nyilván az a plusz termék volt a rossz, nem pedig én. Úgyhogy ilyenkor ez lehet egy ilyen kis nehézség, de az a helyzet, én sajnos jó lelkiismerettel sose fogok tudni ilyet mondani, hogy ez ilyen könnyű menet lesz, ha az ember életmódot szeretne váltani, illetve fogyni, mert bizony általában ugye rossz szokások állnak a dolog mögött, tehát a változtatások pedig mindig nehezek. Tehát én ezért szoktam mindig kihangsúlyozni, hogy fokozatosság. Tehát ha több minden mondjuk beszélgetés során kiderül, hogy esetleg meg kell változtatni, én szeretem azért arra felhívni a figyelmet, hogy akkor ez most ne azt jelentse, hogy holnaptól akkor mindent változtatok, és akkor mindent, ami jó volt addig, és amihez hozzászoktam, attól megszabadulok, mert az akkor ez egy rossz élmény lesz. De ugye egy életmódváltásnak pont az a lényege, hogy ezt egy életen át tudjam tartani, úgyhogy én úgy gondolom, sokkal jobb eredményt tudunk elérni, ha a változtatások az életbe szépen fokozatosan viszem be. Most, hogy mondjak esetleg példát, vegyük azt, hogy eddig mondjuk napi 2 liter kólát ittam.
Most nyilván ez ugye nem feltétlenül egy jó szokás, mert ugye a vizet kéne inkább ennyit inni, de az én szerintem, aki hozzá van szokva, hogy megissza naponta a 2 liter kóláját, azt mondani, hogy akkor holnaptól nuku, az biztos, hogy nagyon rossz élményként fogja átélni, és jó eséllyel csinálja egy darabig, aztán visszatér. Úgyhogy én szerintem az sokkal hatásosabb, hogy jó, akkor megmaradhat a ebédhez az egy pohár kóla, de mellette akkor inkább vizet igyunk, gyümölcsteát, limonádét esetleg, és így le lehet építeni szépen lassan a fogyasztást. Úgyhogy csak így, hogy egy példával szemléltessem. Hát és a másik, amikor azt sugallja egy módszer, hogy csak a táplálkozáson kell változtatni. Ez sajnos ugye egy komplex rendszer, ezt ugye korábban például ugye a paleolitnál emlegettem, hogy sajnos a táplálkozás az egy dolog. De ahhoz, hogyha fogyni szeretnénk, illetve egészségesebben élni, az a helyzet, hogy sajnos nem elég a táplálkozáson változtatni, mellette nagyon-nagyon fontos a rendszeres testmozgás, képességeink szerint természetesen, és itt is nagyon fontos a fokozatosság, illetve egyre inkább nagy hangsúlyt kap a lelki egészség, tehát hogy a lelki folyamatokat is megismerjük így az életmódunk hátterében, mert ez is például nagyon nagy kihatással lehet. Úgyhogy alapvetően én is ebben hiszek, tehát hogy erre a 3 dologra mindenképp oda kell figyelnünk. Úgyhogy igyekeztem, akkor ezek szerintem, amik így leggyakrabban találkozhatunk, és amik így egy kicsit így be tudnak vonzani minket különböző módszerekbe, de én úgy gondolom, hogy ha ezeket meglátjuk, akkor mindig egy picit lépjünk hátra, és akkor gondoljuk végig, hogy ezzel akkor én biztos, hogy előrébb fogok jutni. Ez biztos, hogy hosszú távon jó lesz nekem? Mert sajnos ezeknek a diétáknak, módszereknek ez az egyik legnagyobb hátránya, hogy bizony csak átmeneti megoldást nyújtanak. Úgyhogy ez lehet, hogy így nem egy túl pozitív befejezés az előadásnak, de én úgy gondolom, hogy az életmódváltásba érdemes erőt, energiát befektetni, mert hosszú távon sokkal jobb eredményeket fogunk elérni. Úgyhogy igazából ezt szerettem volna így a mostani kis órába, és akkor még egy kis könyvajálót szeretnék így mutatni, ami így a könyvtárnak a polcain is megtalálható. Néhányat egyébként ide is hoztam, ez sajnos több kölcsönzésben van. Amit mindenképp szerettem volna megmutatni, egyrészt magyar szerzőket válogattam. Akkor bocsánat, kezdem azzal, ami nincs itt. Török Eszternek van ez a kis szakácskönyve, ellenállhatatlan egészséges ételek. Török Eszter például szintén dietetikus, úgyhogy ő így a saját tapasztalatai alapján így állított már össze több szakácskönyvet, úgyhogy szerintem ezeket érdemes így megnézni. Szintén így szakmabelitől, Soltész Erzsébettől van a Rost jó, ezt meg is tudom mutatni. Ezt ugyanitt most csak egy kicsit így felvetettem, de ugye az élelmrostoknak a fogyasztása nagyon-nagyon fontos ugye az egészségünkbe, és egyébként ugye a megfelelő működéshez és a fogyáshoz is elengedhetetlenek, úgyhogy én szerintem ez például egy nagyon jó kötet, de még összeválogattam így ilyeneket, hogy például a magyar superfoodok, erről nem volt most szó, de a superfoodok is azért olyanok, amik tudom, hogy most ilyen nagyon divatosak, és ez a Szabó Adriának a kötete például azért nagyon jó, mert hogy általában ezeket a szuperfoodokat, tehát amik ilyen nagyon magas tápanyagtartalommal rendelkező ilyen nagyon szuper élelmiszerek, általában mindig ilyen nehezen beszerezhető, meg egzotikus helyeken termő alapanyagok, és viszont magyar alapanyagokban is találhatunk ilyen szuper élelmiszereket, úgyhogy ennek például így egy nagyon jó kis kötete. Jó, de akkor így ezek közül nyugodtan lehet válogatni, itt is akár ott bele lehet pillangatni, megnézni, úgyhogy még így ezeket válogattam így össze. És én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ha még esetleg van bárkinek kérdése, akkor nagyon szívesen válaszolok.